Bennünket is elért a válság. Nincs különleges történet, akcióhős, vágtató lovas, csak ülök és mesélek. A szereplők közül néhány. Az optimista. Vőlegényként óriási feladat előtt. A tanárok. Túlpörgött kicsi és nagydiákok teszik naponta próbára őket. Kifáradva a kamaszok kamaszos viselkedésétől, az órán telefonáló, hajat sütő, visszabeszélő diákoktól. A telepvezető. A beosztott dolgozóitól nem csak a haja, az ujjai is hulladak. Az életművész, bár többen látták dolgozni is. A nyugdíjas igazgató. Kőházából kiszorulva a város peremény tengeti életét. A családfő. Üdítőétől biznisz felfüggesztve, elég neki a család. A diákok, kiknek életét a nagy követelmények, a számonkérések, szülők és más kibírhatatlan felnőttek teszik elviselhetetlenné. Az ügyész, celebet csinált belőle a média. A politikus igazgató, kemény polgármester mellett idegőrlő ülésekkel telnek napjai. Az ügyvéd, sértett ügyfelek nehéz alperesek között kifulladva. A tervező szerkesztő, stresszben az eladott példányszám stagnálásától. A kozmetikus, stresszben a férje hangulatától. A pénzügyi szakember, kimerülve a válságtól kikészült ügyfelektől. A nyugdíjas, családok gondjaival a vállán, és a korengedélyes, ki a való világból a virtuálisba menekült. Élet vár, felejts el mindent, mindent, ami fáj. Jövőd fényesen, jól tudod, régóta rájöttél, boldog élet rád, csak barátod közt vár. Cél az osztrák Alpok két csodálatos helye, Innerkrems és Bad Kleinkirchen. Hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe, mert érzem mindenféle gondom most a fejembe. Akkor ejtőzünk a kertben minden délelőtt, az a jó, ami jó, nem is kell már ennél több. Maradjanak velünk, mert a reklám után kezdődik a Barátok közt következő része. A Hot magazin nálunk nélkülözhetetlen. Következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Délutáni visszaindulás, kicsit fáradtan, de élménnyel tele. Csaba vidám, titokban már az esti alma bűvölő attrakciójára gondol. Laci pedig a karaokéra készülve a csomagolást elfelejtette. Ezen az estén pedig sok csillag született. Yeah.
és a zárkokat egy életen. Semmit már nekem. Szeress volna egy mindig engem, ahogy most olálsz, ahogy most olálsz a kémen. Az halomat, az álmot vége hamarosan tönkre teszte. Az halomat, én nem szállítok rá. Ilyenkor nem lehet jobb egy kellemes hütténél. A jó magyar pálinkának nincsen párja, nincsen párja. Egyedül van, mint a magyar a világba, a világba. Szilva, görde, cseresznye, éljen a haza, egészségünkre! A jó magyar pálinkának nincsen párja, nincsen párja. Aranyból van, gyémánból van minden cseppje, egészségünkre! Maradjanak velünk, mert a reklám után kezdődik a Barátok közt következő része. A Hot magazin a sokkal messzebbre látok. Következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Húshagyjuk Ed, jelmezben a felszolgálók, a hangulat jó, és csak fokozódik, mikor a csoportból is akad vállalkozó a mókára. Később a fiatalabbak elkülönültek, az étterembe húzódtak egy kis bulira, az idősebbek szobáikban maradva elviccelődtek, és diétás asztalukról csipegették fel a mozsákat. Egy fogyózó könyvtártag nem sokáig bírta, belebetegedett, sőt ápolásra is szorult, főleg amikor köztudott a jobboldali barátjának pólójára pillantott. Maradjanak velünk, mert a reklám után kezdődik a Barátok közt következő része. Hot magazin aztán igazán tud forróságot okozni.